Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mit gondol, hogyan érzi magát, mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díja minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt pedig 10000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt három kép jött ki, akkor megmutatom mind a hármat. Bizonyára ennek is van egy jelentősége. Itt látható, hogy megvan ez a büszke királyi tartása, a kezében az arany érem, hogy mennyire fontos számára az anyagi jólét, vagy úgy figyelgeti a dolgokat, mit tudna javítani a munkahelyén. Itt már mozgásba jön, konkrét döntéseket fog tenni, és újra elfoglalja itt a helyét megint, mint egy király, és ez a döntés, ami most jön nála, ez lelkesíteni fogja őt. Itt a munkáról van szó, de értékekről is, a belső értékekről is, és itt látható a lelkesedés, vagy keresi a közelséget hozzád, a testi kapcsolatod. És most megtekintjük az ő érzelmi világát. Ő mozgásba jön, és már most is élvezi a sikereket, mert biztos magában. Nem csak a munkahelyen lesz siker, hanem közeledik hozzád, és átnyújtja ezt az aranykelyhet, és ez jelenti az ő érzelmeit, tehát nyitott lesz veled szemben, és kimutatja az érzelmeit. De lesz munkahelyi változás is, vagy vannak nála a munkahelyi tervek. Ami téged illet, itt voltak a múltban sebzett emlékek, vagy ő, vagy valaki megbántott téged. De lezárod a múltat, és elfoglalod a helyedet, mint egy királynő, és uralkodsz. Uralkodsz az érzelmeid felett, mert átteszed magadat a félelmeken, a bizonytalanságokon, lezársz bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat, ami megbántott téged. És most magadra fogsz gondolni. De bízz abban, hogy ő közeledni fog hozzád. Nem kell tenni semmit. Csupán legyen meg ez a bizalom, és ha ő megbántott, akkor bocsáss meg neki, hiszen látható, hogy érzelmekkel közeledik, tehát szeret téged, és mi fűz össze benneteket? A csillagok. És ez szerencsét hoz, azon kívül utal a sors utatokra, hiszen minden úgy fog történni, ahogy a csillagokban meg van írva. Azt is jelentheti, hogy ő a te lelki társad. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!